Óriási lángok, mintegy 200 tonna lom égett vasárnap késő délután Nyíregyháza külterületén, a tüzet még ma is oltották. Emberölés gondatlanságból, ezzel vádolja az ügyészség azt a tiszavasvári házaspárt, akiknek 3 éves fia halálos áramütést szenvedett egy lopott árammal működtetett hűtőszekrény miatt. Felzárkózó térség, 50 000-rel nőtt a foglalkoztatottak száma 6 év alatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, közölte Szalai Piroska, a Nemzetgazdasági Minisztérium tanácsadója Máté Szalkán. Mintegy 200 tonna lom égett vasárnap késő délután Nyíregyháza külterületén. A lángokat még ma is oltották. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A tűz az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szállási úti telephelyén keletkezett. Az április 1-i nyíregyházi lomtalanításból összegyűjtött hulladék égett órákon át. A szemét még ma délelőtt is vissza-vissza lobbant. A helyszíni kamerák felvételei alapján öngyulladás okozhatta a tüzet. Ezek a felvételek vasárnap késő délután készültek, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Telephelyén közel 200 tonna lom égett. A sötét füstöt több 10 kilométer távolságból is lehetett látni, interneten többen megosztották a fekete füstről készített fotóikat, akkor még sokan nem tudták, hogy a nyíregyházi lomtalanításból összegyűjtött hulladék égett a szeméttelepen. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, 8-10 méter magas lángokat oltottak Nyíregyháza, Kisvárda és Hajdunánás hivatásos egységei. Összesen 3 gépjármű fecskendő, 3 vízszállító, illetve több munkagép is segített a tűz megfékezésében, amelyet a késő esti órákra sikerült egyébként megfékezniük a tűzoltóknak. Az utómunkálatok azonban hétfőre is áthúzódtak. A tűzoltás vezetését a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vette át, illetve a helyszínen tartózkodott a katasztrófavédelmi mobil labor, amely méréseket végzett, de egészségre káros értékeket nem mutattak ki, személysérülésről pedig nem jött információ. Az utómunkálatok még hétfőn délelőtt is tartottak, ugyanis több helyen vissza-vissza lobbant a tűz. A szakemberek folyamatosan locsolták a hulladékot, amelyet egy markoló forgatott annak érdekében, hogy mindenhol nedves, vizes legyen a szemét. A vasárnap késő délutáni esetet egy biztonsági őr észlelte. Olyan 6 óra körül észlelte a kint lévő biztonsági őr kollega a füstöt, és ő értesítette a tűzoltókat. Ekkor a telepen saját dolgozó már nem tartózkodott, vannak biztonsági kameráink, egyértelmű, hogy öngyulladás történt. Az az igazság, hogy ez a hulladék, amit meggyulladt a tegnapi nap folyamán, Nyíregyháza város lomtalanításából származik. Sajnos a lomtalanítás során a lakosok belerakhattak olyan anyagokat, amelyek egymással reakcióba lépve okozhatták ezt az öngyulladást. A mechanikai, biológiai kezelőterületen lobbantak fel a lángok, a tűzben senki sem sérült meg, ám többek között ez a 280 millió forint értékű zöld színű daráló-rostáló berendezés is megsérült. Gondatlanságból elkövetett emberölés vétségével vádolja az ügyészség azt a tiszavasvári házaspárt, akiknek 3 éves fia halálos áramütést szenvedett a lakásukban lévő lopott árammal működtetett zárlatos hűtőszekrény miatt. A büntetőper hétfői tárgyalásán tanúkat és szakértőket hallgatott meg a nyíregyházi törvényszék. A megyei főügyészség vádirata szerint az 5 kiskorú gyermeket nevelő, nehéz anyagi körülmények között élő szülők 2015 májusában egy ismeretlen férfi segítségével illegálisan vezették be az elektromos áramot az utcai hálózatról lakásukba. A légkábelre egy kambót akasztottak, a földeletlen vezetéket a szobaablakon keresztül a folyosón lévő hűtőszekrényig vezették. Július 27-én az édesanya gyermekeivel és rokonaival volt a lakásban. Játék közben 3 éves fia véletlenül hozzáért a hűtőszekrény hátsó burkolatához és halálos áramütés érte. A bíróság elsőként az egyik rokont hallgatta ki, aki a korábbi vallomásában azt mondta, a gyerek egy telefonnal játszott, amit beejtett a hűtő háta mögé. A tárgyaláson viszont azt állította, hogy a kisfiú a hűtőszekrényre tett telefont próbálta elérni, és eközben érte az áramütés. Ki ment oda először a gyerekhez? Elmentem oda. Ez a hűtőhöz képest hol volt? Hát... Ahol...
Az áramnál be kellett dugni, az ott volt a fal mellett, az ablak mellett. Az ágy mellett volt az ezer. A testvérben nem ütözni, tehát a fal meg a hűtő között, a hűtő hátánál? Az ágy mellett. Az ágy mellett volt a hűtő. Lehetett a kisfiúval még beszélni? Nem. A vádirat utal arra is, hogy a gyerek halála azért következett be, mert a vádlottak a lopott áramot megfelelő biztosító berendezések nélkül használták a lakásban, ráadásul hűtőszekrényük is zárlatos volt. A tárgyaláson felolvasták az elsőrendű vádlott unokatestvérének korábbi vallomását is, aki szemtanúja volt annak, amikor egy ismeretlen férfi illegálisan bevezette a házba az áramot. Anyukám pontosan szembe lakik. Kint voltam a lakás előtt a gyermekemmel, mikor azt hallottam és láttam, hogy ez oda megy egy férfi, hogy nincs eladó vas. De neki, hogy nincs vasa. A férfi kérdezte tőle, hogy a társa elé kitett centrifuga működik-e. Válaszolta neki, hogy jó, de nincs áram a lakásban. Ekkor ez a férfi mondta neki, hogy felakaszt egy drótot és megcsinálja az áramot a házba, adja a centrifugát. Ebbe bele is egyezett. Úgy láttam, hogy még a drótot is ez a férfi adnak, amint felakasztotta a villanyfára. Majd ott szerelte a vezetéket a lakásnál. A tárgyaláson elhangzott, kisfia halála miatt az apa súlyos depressziós lett, jelenleg is pszichiátriai kezelés alatt áll. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetés kiszabására tett indítványt a vádlottakkal szemben. A büntető per szakértők meghallgatásával folytatódik, ítélet később várható. 50 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma 6 év alatt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, közölte Szalai Piroska, a Nemzetgazdasági Minisztérium tanácsadója Máté Szalkán. Ez annak is köszönhető, hogy egyre több nő kerül vissza a munkavilágába a gyermekvállalás után. A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége országjáró körútra indult, azzal a céllal, hogy a pozitív példákat bemutatva minél több nőt tudjanak megszólítani. Gazdasági élénkítés a jó gyakorlatok tükrében. Ezzel a címmel indult országjáró előadássorozat, amelynek célja, hogy minél több nő kerüljön vissza a munkaerőpiacra a gyermeknevelés mellett. A rendezvény első állomása Máté Szalkán volt. Nagyon nagy örömmel fogadták, hogy végre a nőkről úgy beszélhetünk, nem mint csak az édesanyákról, hanem mind a munkavállalók, a gazdaság életben résztvevő vezetők nőkről, és nagyon örültek annak, hogy ennek ők hangot is adhatnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében gyorsabban nő a foglalkoztatás, mint az uniós átlag, közölte Szalai Piroska miniszteri tanácsadó. 2010 és 2016 között a foglalkoztatottak száma 50 ezerrel nőtt. Ehhez a nők is jelentősen hozzájárultak, hiszen az inaktívak száma csökkent. Ebbe a csoportba tartoznak azok, akik nincsenek jelen a munkaerőpiacon, így például az iskolába járók és a gyermeket nevelők, akik szintén dolgoznának, de csak részmunkaidőben tudnák őket foglalkoztatni. Nagyon fontos azt látni, hogy ez a magyar növekedés, ez nem csak a munkanélküliek számának csökkenéséből adódik. Szabolcs-Szatmár megyében az elmúlt 6 évben ez az 50 ezer fős növekedés, foglalkoztatás létszám növekedés mellett körülbelül 10 ezer fős munkanélküliség csökkenés volt. A maradék 40 ezer fő az az inaktívak számának csökkenéséből került be a foglalkoztatottak közé. Azért jelentős ez a dolog, mert 2010 előtt nem volt senki, aki a munkanélkülieken kívüli körre is oda tudjon figyelni. A 2010 utáni kormányintézkedések voltak az elsők a magyar gazdaságban, amelyeknek az volt a célja, hogy az inaktívak száma is csökkenjen. Ez a pozitív változás pedig nem csak a magas foglalkoztatási rátájú megyékre, mint például Győr-Moson, Sopron vagy Pest megye volt jellemző. Szabolcs megye lemaradása is folyamatosan csökken és egyre közelebb kerül az uniós átlaghoz. A kormány több szempontból is támogatja a nők foglalkoztatását. Erről Kovács Sándor országgyűlési képviselő beszélt a rendezvényen. Sok irányból lehet megközelíteni a nők foglalkoztatását, vagy a nők szerepe a gazdaságban. Legelsően talán a család kifejezést használom, a családi adókedvezménnyel, a gyes különböző fokozatával, a gyes extrával, a gyessel kapcsolatos második gyermek is ugyanúgy kaphatja az első gyermek mellett a gyest, a diplomás gyest, amikor a diplomás munkáját végző, vagy a főiskolán tanuló, egyetemen tanuló nő is igénybe veti, és azt gondolom, hogy még 1000 helyen munkaidőkedvezménnyel, részmunkaidőknek a igénybevételével mind-mind hozzá
erről az, hogy a nők valóban a társadalomnak egy olyan hasznos tagjai lehessenek. Az országjáró rendezvény célja, hogy a korábbi pozitív tapasztalatok továbbadásával egyre több nő kerüljön vissza a munkavilágába, foglalkoztatottként vagy vállalkozóként egyaránt. Válaszokat vár a Szarvas utcai volt MSZNP székház értékesítésével kapcsolatban Kovács Ferenc polgármestertől az MSZP városi frakciója, mondta el az ellenzéki párt megyei alelnöke hétfői sajtótájékoztatóján. Csabai Lászlóné felidézte, a korábban az önkormányzat tulajdonában lévő irodaházat a szocialisták álláspontja szerint a piaci érték alatt egy nagyobb családi ház áráért adták el úgy, hogy azt sem lehet tudni, ha vevők milyen kötelezettségeket vállaltak. Csabai Lászlóné hozzátette, az MSZP azt is kifogásolta, hogy az eladással kapcsolatos kérdésekre a polgármester kitérő válaszokat adott. Ezért ismét kérdezünk, és azt kérdezzük polgármester úrtól, miért szavazta meg azt a döntést, hogy kivásárolta a állami tulajdonú cég az önkormányzatnak a vagyonát töredékértéken. Hogy lehet az, hogy ez a ingatlan ilyen alacsony áron került értékesítésre? Hogy lehet az, hogy nem került szóba, hogy esetleg állami intézmények kerüljenek ebbe a házba, hiszen erre ma az Európai Uniós pályázati forrásból lehetőség is lenne, és akkor egy integrált intézmény jöhetett volna létre. Oktatás, egészségügy, infrastruktúra, megélhetés és lakhatás. Ezekben a témákban kérdezte a Momentum mozgalom a nyíregyháziak véleményét a hétvégén. A márciusban párttá alakult mozgalom országosan akkor vált ismerté, amikor februárban még civil szervezetként több mint 260 ezer aláírást nyújtott be a fővárosi választási irodának a 2024-es nyári olimpia megrendezését ellenző népszavazáshoz. A fővárosi önkormányzat ezután visszavonta a pályázatot. A párt célja jövőre a parlamenti választásokon a kormányváltás, a rendszerváltás befejezése, hangzott el országjáró körútjuk nyíregyházi állomásán. Sokan nem gondolták azt, hogy mi össze fogunk gyűjteni 260 ezer aláírást, most sokan nem gondolják azt, hogy jövőre esetleg már kormányt is lehet váltani, de mi ezért dolgozunk és ezért jelenünk meg szerte az országban. Egyébként még egy megjegyzés azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a kimenetele ennek az országjárásnak, és készül egy interaktív térkép, ami elérhető lesz az oldalunkon is. Az a célja ennek, hogy városonként, megyénként, illetve problémakörönként lehessen szűrni azt, hogy mik tényleg a leggyakoribb problémák az országban, mivel kell leginkább törődni. Minden 80. embernél diagnosztizálnak autizmust. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Negyedik tavaszi hazai meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat. Rivész Attila együttese 1-0-ás félidő után 2-1-re győzött a Seoul SC ellen. Minden 80. embernél diagnosztizálnak autizmust, hangzott el a Betegség Világnapja alkalmából szervezett nyíregyházi rendezvényen. A kezdeményezés célja, hogy a figyelem a spektrumzavarra és a betegséggel élők hétköznapjaira irányuljon. A legújabb kutatások szerint megfelelő étrendválasztással kezelhető az autizmus. A KSH legutolsó, azaz a 2011-es népszámlálás adatai szerint Magyarországon hivatalosan 5120-an éltek autizmussal, ám az érintettek száma a becslések szerint ezzel ellentétben elérheti a 100 000-et. A betegség színe a kék, így a nyíregyházi autizmus világnapi rendezvényre többen kék lufikkal sétáltak a Kossuth térre, de akadtak olyan fiatalok is, akiknek kék karszalagjuk volt. Az ünnepségen fogyatékossággal élő fiatalok kórusa is fellépett, valamint az új évfolyész Tarnai Ottó Egyesület elnöke is szólt. Tarnai Ottóné kiemelte, az ellátórendszer ország és megyeszerte is fejlődik. Több képzés indul, hát Nyíregyházán indul most gyógypedagógiai képzés is az egyetemen, éppen ezért, hogy az ellátást jobban tudják biztosítani. Ezen kívül is többen elmentek elvégezni az autizmus szakot is a gyógypedagógusok közül, ami szintén segíteni fogja. De az integrációval is, hogy már ott vannak az iskolában, és kijárnak, és minden gyereket ellátnak. Ezt a város is nagyon sokat segített ebben, hogy elláthatnak minden gyereket, még akkor is, ha ezt a kevésnek tartjuk, ezt az óraszámot, amit pillanatnyilag tudnak biztosítani.
Nem csak a Kossuth téren, a Váci Mihály Kulturális Központban is volt világnapi rendezvény, ott többek között dr. Ugrai Tamás tartott előadást az autizmusról. A rendezvényt a Most Élsz Egyesület hívta életre. Elég elképesztőek az adatok, még 70-es években 10 000-ből egyet diagnosztizáltak autizmus spektrumzavarral, mostanra 80 születésből egy válik ezzé. Tehát egy járványos sebességű terjedése van ennek a betegségnek vagy állapotnak, amire mindenféleképpen oda kell figyelni, akár kormányzati szinten is. Több esetben táplálékintolerancia alakul ki az autistáknál, akik bizonyos ételeket rosszul emésztenek, így az idegrendszerük sem működik jól, hangzott el a Világnap alkalmából tartott konferencián. Az autistáknál a legtöbbnél alapvető gondok vannak a bélműködés környékén. Emésztési zavaraik vannak, és a többi is. Hogyha ezeken tudunk javítani, akkor nagyon sok gyermeknek a helyzetén tudunk javítani, a betegség tünetein tudunk javítani, és nem csak autistáknál, hanem más vonatkozású betegségekben is. Például egyszerű fejfájásra gondolok, vagy más autoimmun betegségre, pajzsmirigy betegségre. A Világnap alkalmával arra is felhívták a figyelmet, hogyan segítheti egy átlagember autizmussal élő embertársát. Kiderült, a túl erős ingerek, akár a hangos környezet vagy erős megvilágítás zavarja az érintetteket, valamint tekintettel kell arra lenni, hogy a legtöbbször nem tartják a szemkontaktust. Bevándorlás és migráció kérdés, gazdasági változások és aktuál politika. Többek között ezeket a témákat tartalmazza Bájer Zsolt nemrégiben megjelent könyve. A szerző két társával együtt Máté Szalkán is bemutatta a kiadványt, amely műsora 5 éves jubileuma alkalmából készült. Az olvasók közel 300 oldalon keresztül a legjobban sikerült stúdióbeszélgetéseket olvashatják vissza a Háttérképek háttérképe című könyvben. Felborultak sok ezer éves trendek. Ma például ez a világ ott produkál óriási népesség robbanást, ahol erre nincsenek meg a feltételek, és ott nem produkál, ahol erre egyébként minden feltétel meg lenne. Ez önmagában jelzi, hogy a világ beteg. Negyedik tavaszi hazai meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat. Rivész Attila együttese 1-0-ás félidő után 2-1-re győzött a Szeol SC ellen, így továbbra is a negyedik helyen áll az NB2 tabelláján. A kisvárda a legközelebb Cigándon lép pályára. Jól kezdte a sereghajtó szegediek elleni meccset a kisvárda, a már megszokottnak mondható szabadrugás utáni figurát követően Vári Barnabás szerzett vezetést a hazaiaknak. A 26. percben megduplázhatta volna előnyét a házigazda, Horváth Zoltánt rántották le a 16-oson belül, a megítélt büntetőt a sértet végezte el, Leidner azonban hárította a jobb alsó sarokra tartó lövést. A második félidő elején egyenlítettek a vendégek, Fodor a büntető területen belül visszahúzta Kérit, a játékvezető pedig 11-est ítélt, amit Nagy Rihár váltott gólra. Az 58. percben ismét megszerezte a vezetést a kisvárda, Talabér labdáját Olá Gergő lőtte a kapuba. Mint később kiderült, ez a győztes találat volt, így Révész Attila együttese tavasszal továbbra is 100%-os a várkerti pályán. Az első fél időben talán 6 olyan 100%-os zicserünk volt, amelyiknél csak fogtuk a fejünket, nem beszélve a 11-esről. És hát a második fél időben, ahogy szokott lenni ilyenkor, az ellenfél azt megbüntette, ugye, és egy kósz előrével is után mi támadtunk, vakon előre rúgták a labdát, és a Feri butasága miatt egy 11-es után sikerült kiegyenlíteni. Ezt követően nem kapkodtunk, nem váltunk türelmetlenek ki, és ez volt a sikerünknek a kulcsa. A vendégek edzője szerint csapata nem hitt abban, hogy pontot szerezhet Kisvárdán, így nem is végződhetett más eredménnyel a mérkőzés. Első perctől kezdve egy kicsit megijedtünk. Ugye az ellenfeltől tudtuk, hogy milyen erőképviseli a hazai csapat, de azért annyira nem kellett volna tisztelni a hazai csapatot. Rengeteg gólhelyzet kialakított, mondom, a kapusunk jó védett, kivéte a 11-es. Tulajdonképpen az félelőbb is erről beszélt, szóval, ha van olyan játékos, aki nem meri, aki nem bátor, nem elég bátor, ilyen meccsek nincs mit keresni valapályán.
A második hazai találat előtti gólpasszjegyző Talabén Attila szerint a sereghajtó ellen is meg kellett küzdeni a három pontért. Az NB2-es bajnokságban nincs igazán könnyű mérkőzés, hiába játszunk a tabella a második feléhez tartozó csapat ellen, vagy ugyancsak a középmezőnyhöz, vagy az élmezőnyhöz tartozó csapattal. Nincs könnyű mérkőzés. A mai sem volt egyszerű. Egy küzdelmes mérkőzésen tartottuk itthon a három pontot, ahol begyakorolt szituációkból rúgtuk a gólokat. A forduló további eredményei a következők: Kozár Michelin Dorog 0-2, Grosics Akadémia Nyíregyháza Spartakus 1-0, Ceglid Siófok 1-1, Budaörs Zalaegerszeg 2-2, Soroksár Vác 1-0, Szolnok Csákvár 1-1, Balmazújváros Mosonmagyaróvár 3-1, Puskás Akadémia Cigánd 4-0 és Sopron Békés Csaba 0-2. A tabella élén a Puskás Akadémia áll 55 ponttal, megelőzve az 53 pontos Soroksárt. A Kisvárda 48 ponttal a negyedik helyen várja a következő fordulót, amelyben Cigándon lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Mintegy 200 tonna lom égett vasárnap késő délután Nyíregyháza külterületén. A lángokat még ma is oltották. A tűz az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szállási úti telephelyén keletkezett. A helyszíni kamerák felvételei alapján öngyulladás okozhatta a tüzet. Gondatlanságból elkövetett emberölés vétségével vádolja az ügyészség azt a tiszavasvári házaspárt, akiknek 3 éves fia halálos áramütést szenvedett a lakásukban lévő lopott árammal működtetett zárlatos hűtőszekrény miatt. A mai tárgyaláson tanúkat és szakértőket hallgatott meg a nyíregyházi törvényszék. 50 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma 6 év alatt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, közölte Szalai Piroska, a Nemzetgazdasági Minisztérium tanácsadója Máté Szalkán. Ez annak is köszönhető, hogy egyre több nő kerül vissza a munka világába a gyermekvállalás után. A Kölcsei Televízió híradóját látták április 3-án hétfőn. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk. Addig is tudósításainkért klikkeljenek honlapunkra. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változékonyabbra fordul időjárásunk. Kedden még enyhe, de nagyobb nedvességtartalmú levegő érkezik fölénk. Többfelé számíthatunk záporokra, néhol zivatarokra. Az éjjeli órákban többnyire gyengén felhős lesz az ég, este elszórtan zápor is előfordulhat. Az északkeleti szél este néhol megerősödik, később csak élénk széllökések várhatók. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok váltakoznak, hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Zápor, akár zivatar is kialakulhat. A keleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet, gyenge hideg fronti hatás várható térségünkben. A hét közepén több lesz a felhő, de emellett rövid napos időszakokra is számítani lehet. Főként szerdán és csütörtökön várható eső, zápor. Több fokkal visszaesik a nappali felmelegedés mértéke is. Csütörtökön és pénteken már csak 10-12 fok körül alakul a kora délutáni hőmérséklet, de az erős szélben ezt hidegebbnek érezzük majd. A hétvégén ismét melegedés kezdődik, vasárnaptól visszatér a napos idő is.